Kedves nézőink, javult vagy romlott az arány, hiszen a két állandó futballista, Tisza Tibor és Dombi Tibor mellett egy újabb volt futballistát köszöntetünk, aki a mai vendégünk, Rudolf Gergelyt. Két diplomás, világot bejárt, néha labdát eltaláló labdarúgó volt. Köszöntünk, Rudi, köszönjük a figyelmet. Mesélj arról, hogy éppen most mi a fő profilod, azon túl, hogy ha jól tudom, szakértesz még a Magyar Televízióban is. Így van, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek ilyen neves társaságban. Nagyon szívem. Te vagy a leghíresebb. Így van, abba hagytam ugye a karrieremet már lassan 2-3 éve, úgyhogy felhagytam a profi futballal. Nem szakadtam el tőle annyira, úgyhogy az M4 Sportnak rendszeresen ugye szakértője vagyok, és nagyon szeretem csinálni ezt a részét. Aztán próbáltam itt diplomákat is szerezni, érdekelt sok más minden ugye futball mellett. Közgazdász diplomát szereztem most, hogy vége lett a futballkarrieremnek, illetve... Hát amilyen jó szerződéseket írtál alá, gondoltuk, hogy a közgazdaságtan. Nem áll összetől. Igen. Nem, hát figyelj, én a karrieremet próbáltam... Figyelj, nekem az üzlet az mindig az volt, hogy mindenkinek jó legyen. Aztán ez, hát értem, mire gondolsz, de ez nem mindig volt így. Tehát volt nagyon, hát saját maga felé hajlott mindenkinek a keze, és én próbáltam úgy csinálni, hogy mindenkinek jó legyen. De egyébként konkrétan, amire szerintem te gondolsz, a debreceni szerződés, igaz, amikor ide jöttem. Hát arra is. Mert ugye az... Van még itt a Tarsolyban, igen? Igen. És akkor nem a Győrre utalok, Tarsolyban. Igen, ott azért volt egy kis adminisztrációs hiba. Hát, figyelj, nem volt egyébként, tehát ez utána úgy volt lekommunikálva, mint hogyha lett volna, egyébként ez nem legyünk tisztába. Az, hogy Tolla Rudi átírta azt a szerződést. Nem. Igen? Nem. Régebb óta tárgyaltunk már egyébként, tehát én Nanciból eljöttem, és régebb óta tárgyaltunk, volt több külföldi megkeresésem, de akkor úgy tényleg szerettem volna hazajönni, és ugye Debrecen sorra nyerte a bajnokságokat, jó csapat volt, a játékosokkal játszottam együtt, mint Dombi Tibi, tehát azért... Szaladt. Igen. És hát én többször jöttem át ugye apukámmal a szerződést átnézni, aztán volt több kifogásolható pont ebben a szerződésben, amit mi mindig felvetettünk, de már annyiszor jöttünk, hogy az utolsó alkalommal mondtuk, hogy jó, hát ez az utolsó, tehát most már így olyan dolgok voltak benne, nem a pénzügyi dolgokra gondolok, tehát nekem akkor nem volt. Azt gondolom, hogy nekem is szokott lenni, mindig csak azzal volt a probléma. Nem a pénzügyi dolgok, hát olyan kikötések voltak benne, ami számomra nem vállalható, tehát hogy ezek a nonsense dolgok. És mi azokat szerettük volna, hogy úgy fogalmazzuk meg, hogy mind a két fél számára egy biztosíték legyen. Aztán ez odáig jutott ez a dolog, hogy mondta a végén, mondtuk, hogy ez utolsó, hogy átjövünk, tehát többet már nem, többi csapatot se várathatom meg, és ez az utolsó, és mondta, hogy jó, akkor legyen úgy, ahogy szeretnétek, de akkor 3 év. Na és akkor így lett a 3 év, csak erre ugye hát utólag könnyű elfelejtkezni, amikor az ember olyan pozícióba kerülne, úgyhogy ez így lett, tehát semmi elírás nem volt ebben a dologban. Ezt egy picit akkor tisztába tettük, de milyen emlékekkel gazdagodtál a Lokinál, hát hiszen itt lettél országosan elismert labdarúgó, a BL-ben gólt szerző ember, és aztán innen... Gólokat? Úristen, gólokat. Mondjuk konkrétan a Fiorentinának rúgták. Kettő. Úristen, de felkészült vagyok. És innen sikerült külföldre távoznod. Hogyan emlékszel vissza a debreceni időszakra? Óriási ugrás volt az ismertséged tekintetében is. Tehát a futball karrieremben, a profi sportban hatalmas volt, tehát hogy tényleg nagyon jó év volt ez a 3 év, amit itt tölthettem, mindent megnyertünk akkor a Nord csapattal, tényleg ennek részese lenni, az hatalmas dolog volt, tehát nem volt egyszerű nyíregyháziként, azt azért elmondom, mert amikor Debrecenben voltam, akkor tirpár voltam, amikor hazamentem, annak hurkás. Igyekeztünk alá muzsikálni sajtósként, hogy a Nanciból érkezett, igen. Tehát nem hangsúlyoztuk ki, hogy tirpák. Igen. Tirpák Nanci. De nem, ettől függően. A tirpák Nanciból. Ettől függően nagyon jól éreztem magam. Tehát tényleg olyan évek voltak, ahol... Mondhatom egyébként, hogy a válogatotton kívül, mert számomra a válogatott az a csúcs, tehát az a profi futball csúcsa, de azon kívül itt felértem a csúcsra Debrecenben. Úgy gondolom, mint csapat is felértünk a csúcsra, mert bajnokságot nyertünk, az alatt a 3 év alatt 2-t,
illetve egy második hely volt, kupát, szuperkupát, ligakupát, meg ugye a BL. Tehát a BL az... BL-t is nyertetek? Az, nem, BL-be szerepelni. Az azért nem, azért nem három év alatt kettőt. Az azért úgy, tehát csapatszinten az a csúcs, és hát nekünk ez megadatott, úgyhogy ez hatalmas élmények. És ott milyen extázisban futballoztatok a Levski elleni visszavágón, mert amikor Józsika se rúgott akkora gólt, azóta meg te se olyat. Mondjuk hozzá közelebb állt a góllövés, és nyilván már csak a posztod miatt is, de az ott gyönyörű volt, ahogy betekert. Tehát az egy ilyen extázisként, és Tibitől is kérdezem, tehát az egy ilyen transzban játszott mérkőzés volt? Szerintem igen. Szerintem igen, tehát mindenki úgy... Minden sült. Egyszerűen minden sült, tehát nem tudtunk olyat csinálni, ami ne jött volna össze. Tehát annyira, meg jó volt a csapat, tehát jó volt az egész közösség, volt egy nagyon jó edzői társaság, tehát hogy úgy minden úgy összeállt. És annyira emlékszik, amúgy, tehát az maradt meg, hogy Tibivel pont meccs után, nem tudom, emlékszel-e, mi mentünk doppingra. Ja, igen. És bementünk, és akkor már ott volt a... Tibivel is akadt. Az inekciós titakunk. És ott volt a Levskinek a kapusa, pont őt is. Igen, és igen. Az egyik kezében, hogy a cigi, másik sör, és így állt a fejét, hogy nem hiszem, hogy ilyen gólokat tudnak rúgni ezen a meccsen. Úgyhogy hát ez nagyon jó volt. Egyébként utána a doppingon, hát én végigjátszottam a meccset, Tibike nem. És, hát, de már akkor a 60. percben szokott volna. Igen. Úgyhogy, és nem tudtam pisilni. Tehát ugye, hát Tibike rábeszélt, hogy Geri, már a csapat várt, tehát ott már mindenki fennült a buszon, hogy menjünk már, induljunk már haza. Csapat már tudott volna produkálni bármilyen vizeletet. Igen, és akkor mondta Tibike, hogy figyelj, igyál sört. De hát én nem vagyok. Az én barátom. Engem úgy, tehát érzem a hatását, úgy elég hamar. Egyébként nem szoktál... Nem jellemző rá, de... Nem. De hát rábeszélt a sör. Hogy figyelj, haladjunk már, biztos, hogy megpisílt, tehát gyorsan túlvérett, kész mehetünk. Ezt a félrekeztetem már indul be. Megittam hármat, tényleg sikerült pisilni, de annyira éreztem a hatását, hogy kimentünk, és még az újságírók, hát ugye bejutottunk a BL csoportkörbe. Igen, gólt szereztem. Gólt szereztem, és rám vártak. De hát olyan jó sikerült az adás. Satuban nyilatkozott. Olyan jól sikerült az adás, hogy abból semmit nem lehetett leadni. Tehát abból, hát abból most nem. Vagy produkálsz vizelet mindent, vagy tudsz nyilatkozni a kettő együtt, nem megy. Igen. Én... Az olyan rossz volt, hogy utána ünneplés a stadionban, 45 ezer ember, és mi meg olyan tudunk benne dobni. Az borzasztó. Igen. Ráadásul, hogyha kiizzadod, kifutod magad, nem akkor nem ez az hát első, hogy pisilni kell. Hát meg ott előtte, igen, az idegesség. Nézzük, hogy pisilsz, na, az csak jó. Igen, minden férfi álma. Így van. És hogyan érezted Koulibalyval való szimbiózisotokat? Tehát teljesen más típusú csatár volt, sokszor játszottatok égként együtt. Hát néha nem jött meg, néha biztos vártad, hogy most egy csatára játszunk, mert Koulibaly nem volt az a hamar visszajövök. Mi mindig mondta, anyukám beteg lett, meg Dél-Szudánban kitört a polgárháború, meg ilyenek. Szóval Koulibalyval mennyire éreztétek egymást? Nyelvi nehézség nem volt, ugye? Nem. Pont ezt akartam mondani, hogy amikor emlékszem, próbajátékon vettő részt, és kintjátszottunk egy meccset, és már ott beszélgettünk, tehát már ott is nagyon összhangban voltunk egyébként, egy normális srác volt, lehetett vele beszélgetni, úgyhogy teljesen jó volt vele, tehát semmi gond nem volt vele. Én emlékszem, amikor játszott próbajátékon, Balmazújvároson voltatok edzőtáborban, és akkor volt talán egymás közötti játék. Hát egymás közötti játék volt, igen. És akkor Mező József, sose felejtem, szívja a cigarettát, a faktor, ezt a feketét le kéne igazolni. Ebből lesz valami. És akkor visszautazott, és aztán leigazoltak. És azóta József scout az a helyén. Így van. Na, és milyen nyomot hagyott benned Olaszország? Ugye Genoába szerződtél ki? Így van. Igaz, sőt, amikor a Sampdoria ellen játszottunk, akkor már Genovában játszottál, és ott kint találkoztam Olaszországban, meglátogattad a csapatot. Engem, de hát én is ott zsertepert éltem. Milyenek voltak az olasz évek? Utána Bariban játszottál. Milyen volt az számodra a pályafutásod részeként? Hát nézd, tehát Olaszországban játszani fantasztikus volt. Tényleg az, hogy olyan csapattársaim lehettek, mint mondjuk ott voltak, vagy olyan edzővel dolgozni, maga a hangulat, meg amúgy az egész úgy körbevett. Ott az országban iszonyatos futball, az egy vallás. Nagyon, teljesen. Tehát oda bármikor visszamentem volna, tehát elimnaknak egy szerződést, és így írom alá. Tehát nem úgy, mint Debrecenben. Úgyhogy... Ott más írta így alá. Igen. Mink. Igen, úgyhogy, tehát ott nagyon jó volt tényleg focizni.
voltak nagyon jó edzőim, rengeteget tanultam. Az első az nagyon nehéz volt, főleg fizikálisan, mert rengeteget maradtunk. Azt akartam mennyire volt nehéz az átállás az NB1 után, egy szeriában? Fizikálisan nagyon, meg taktikailag. Tehát emlékszem, alapozáson alig aludtam. Tényleg annyira el voltam fáradva, hogy szerintem bírtam aludni. Még edzés közben is aludtam. Nem. Nem, de tehát fizikálisan nagyon. Nem az Újpest. Na igen. Mindig jövőre. Akkor jövőre elalszom. Tehát annyira fárasztó volt, tehát nagyon. Mindig örültem, hogy hazajöttem válogatottban, mert egy kicsit ott volt idő szusszalni. Hát tényleg, tehát válogatottban nem arra kell. Megérvár is annyiban csinálva. Nem, ja. Tehát a válogatott sose arról szólt, hogy te most fizikálisan téged úgy meghajtanak, nem, hogy... Nyilván, hát tehát nem, van nem egy arról meccs, szólt. Amire föl kell készülni, így van. Néha csak pár napod. Van rá pár napot, tehát ott egy kicsit volt idő szusszanni, és ez jó volt, de meg taktikailag, tehát az, hogy nekem edzőm volt, amikor oda kerültem a Gasperini, ugye aki most az Atalantának az edzője, foly nagyon sajnáltam, hogy tőlünk annó elment, mert tehát ő nagyon, tehát nagyon jól tudta a futballt, a taktikai dolgok, a taktikai részt, meg amit nagyon szerettünk benne, az, hogy amit említettem már nektek, hogy következetes volt. Tehát ő azt mondta, hogy ez hiába volt az Luca Toni vagy bárki, azt mondta, ez van, akkor az volt. És akkor nem bárki. Luca Tonival játszottál? Igen. Na, Lukács Toni. Igen. Ezeket rokonod. Úgyhogy, tehát ott lehetett bárki, ő nem tett különbséget. Lehet, hogy egyébként neki ez is volt utána a baj az Internél, mert ott a sztárokkal nem biztos, hogy ezt meg tudta csinálni. Igen. De én nagyon szerettem. Tehát nagyon, nagyon jó időszak volt ott ez a Genova, Bari is, attól függetlenül, hogy kiestünk abban az évben. De nagyon jó volt, tehát nagyon szerettem ott játszani. Meg gólokat is rúgtál. Kiknek rúgtál? A Juventusnak, Milánnak? De a kapus. Róma. Buffon? Buffon volt, igen. Buffon volt. Kapus. Hát hogy a kapus? Hogy kinek rúgta volna? Hát azért pályán. Nem mindegy. Te rúgtál már volna középpályán? Kapusok, de kapusok. Jó, de azért nem mindegy. Az olimpiára nem mindegy, hogy a Juventus harmadik számú kapusának rúgott, vagy Buffonnak. Ugye a Juventus, Milánnak. Milán, Róma. Rómának is rúgtál, tényleg, igen. Büszkék is voltunk rá. Hát nem volt az annyira jelentéktelen karrier ott Olaszországban. És kik voltak azok a játékosok, akik a legjobbak voltak, akik ellen futballoztál, legyen az válogatott, vagy a Serie A? Hát nézd, engem nagyon, hát Ibrahimovic, ugye ő akkor a Milánban játszott, meg válogatottban is többször találkoztunk. Tehát, Mumus is volt a svéd, igen, aztán majd arra visszatérünk, hogy igen. Ibrahimovic, hát ugye a csapattársam volt Kaládze, vagy Luca Toni, akiket szerintem úgy ismerhet mindenki. Igen. Hát meg ott a széria, bennem aki nagyon megmaradt, akkor a Nápoly játékos volt Lavezzi. És hát ahogy ő, amilyen gyors volt ő labdával, én sem voltam lassú, de nem bírtad utolérni őt labdával. Olyan gyors volt, és annyira nagyon, nagyon jó játékosnak tartottam, Lavezzi nagyon jó volt, és ugye abban az évben nyert a Milán BL-t, tehát még ott volt a Robinho, a Van Bommel, tehát olyan játékosok, akiket azért ismerhetünk a tévéből. Úgyhogy egyszer volt olyan, hogy bementünk egy Milán ellen játszottunk, Milánnál San Siroba, és akkor mentünk meccs után, aztán kikaptunk Milántól, ment a bajnokságért, Genovával voltunk ott, és hát Kaládze csapattársam ült mellettem, aztán mentünk, és akkor hát valaki ül a helyemen, megyek, ideges is voltam, hogy nem nyertünk, majdnem szóltam neki, hogy állj már fel. Inzaghi volt, hogy bejött Kaládzéval beszélgetni. Nem, maradj ki, megyek. A csávó ki lesz határon született. Igen, úgyhogy hát jó volt, aztán így mondtam, hogy már maradjál, megyek egy kört. Viszáfire. Hogy mennyire fogadtak el Olaszországban a szurkolók, legyen az Bari, legyen az Genoa. Egy magyart, vagy egy idegen légős mennyire tudja magát elfogadtatni? Nyilván a játékon múlik. Nyilván a játékon múlik. Szerintem az szimpatikus volt nem csak, hogy a csapatnál, de az, hogy én mielőtt kimentem Olaszországba, én már február-március környékén talán már tudtam, hogy ugye Genovában folytatom majd a pályafutásom, és én elkezdtem olaszul tanulni már akkor. Hogy mire odaérek, akkor... Akkor tudtad mondani, hogy grácia. Hogy így van. Szenyorita. Jaj, ez nem más. Tehát, hogy mire odaérek, addig én már tudjak olaszul. Legalább értsem, hogy még nem is tudok elmondani mindent, és ez így is volt. Tehát az szerintem egy hatalmas dolog volt szemükben, hogy egy olyan, aki még életében nem játszott Olaszországban, már úgy megy oda, hogy valamilyen szinten beszél. Nyilván a másik dolog pedig a játék az, hogy az ember hogy játszik. De én úgy gondolom, hogy kedveltek és szerettek Genovában. Úgyhogy meg jól is ment a játék egyébként.
És milyen jó, hogy fejből tudom, miután kigugliztam, hogy éppen 10 éve volt az a mérkőzés, amikor az egervári szövetségi kapitány által vezérelt válogatottban a svédeknek rúgtál egy győztes gólt, talán az utolsó percben, az egy katartikus élmény volt. Hát erről mesélj, hogy milyen címeres mezben, nekik mondtad, címeres mezben eldönteni egy meccset a legvégén. Emlékszem, hogy hát azon a meccsen... Ugye... volt, mert legalább 2,5 méterről passzoltad be, de jó, nagyon jó volt a beadás. Abszolút. Nem, ugye sokat beszélgettünk már előtte, meg le is pont nyilatkoztuk is, hogy most szeretnénk őket elkapni, és hogy végre itt azért állandóan, ugye béna, mindig utolsó a Ibrahimovic jött, igen, és akkor igen, és nagyon szerettük volna elkapni őket, aztán úgy alakult a mérkőzés egyébként, hogy ugye mi vezettünk. A gólt, Szabi Csimi rúgta a gólt, azt adtam én ott, én készítettem neki elő, hát már az is fantasztikus volt, aztán megint jött, azt hiszem, Ibrahimovic, de már nem emlékszem, hogy kirúgta nekik. Igen, utána kaptunk egy 11-est. Hajnal Tomi ugye kihagyta, és akkor hát már fél idővel megint beszéltünk, hogy megint ez van, és hogy nehogy úgy süljön el a vége. Aztán szerencsére most a miénkre döntött, de hát ez fantasztikus volt. Ugye fullon volt a stadion, tömve magyar szurkolókkal, tettől szebb dolog kevés van az ember életében. Igen, gondolom ez sokszor eszedbe jut, különösen, ha hallod a magyar hímnuszt, vagy egy magyar válogatott mérkőzést nézel, vagy kommentálsz. Soha nem akartál edző lenni? Vagy nem tervezed ezt a későbbiekben? Mert mondtad, hogy nem szakadtál a futballtól. Mennyire vagy ilyen típus? Mert Tibi se akart, aztán házmi lesz belőle, de nem is lettem. Ha neki van álliszensz, akkor neki is lehet. Nem, az edzőség. Nézd, Nalszibban elvégeztem az edzői diplomákat, ott a csapatnál volt lehetőség arra, hogy lehetett jelentkezni. A csapat kifizette, és engem érdekelt, mert ki is tette az időmet, tehát úgy voltam, hogy elvégeztem, azt hiszem, 3. Most pontosan nem tudom megmondani nektek, hogy ez minek felel meg ma Magyarországon, de szerintem itt B vagy A licensz környékén lehet valahol, de nem fogadják el itthon, úgyhogy gyakorlatilag itthon licensz nélkül vagyok, de nem, valahogy úgy nem. Inkább ez a sportvezetői dolgok érdekeltek, ezért is csináltam inkább meg 2 évet. Inkább inkább ez a része. Inkább ezért is végeztem el, az MLS indított egy nagyon jó képzést, ami nagyon érdekes volt egyébként, egy ilyen sportigazgatói képzést, azt meg is csináltam. Úgyhogy inkább afelé hajlok, mint az edzősködés. Annyira az nem. Én vagyok. Nem a te profilod. Nem. Kicsit még visszaugorva az időben, mennyire változtatott meg labdarúgóként a Nancy-ban eltöltött évek? Mennyire változtattak meg? Mit adott az többet, mint hogyha itt maradtál volna Magyarországon? Hú, hát akkor szerintem, ha itthon maradok, akkor nem lettem volna focista. Hány éves voltam? 14. 14 évesen mentem ki. És ott ugye pont hát olyan volt, hogy mentél a gimnáziumba, fel is vettek a gimnáziumba, ahova akartam menni, az is egy ilyen pénzügyi beállítottság lett volna. Persze, és... hát, hogy nem. Nem, vendégünk volt Rudolf Gergely. Nem, anyukám révén ugye főleg ezt láttam, tehát ő is közgazdász, ő is ebbe volt benne, és hát tehát, annyira nem tudtam, én mindig a focit akartam, mindig annyira addig a tanulás része nem érdekelt, tehát jó tanuló voltam, de azért, mert otthon megkövetelték a szüleim. És anyukám főleg, ugye, aki többet foglalkozott velünk ilyen téren, ő ilyen irányba ment, és engem is ebbe az irányba terelt. És onnantól, hogy ugye jött ez a lehetőség, onnantól kezdve ugye a foci lett az első, és a tanulás. Ugye, addig nálam mindig a tanulás volt az első. Tehát, hogyha én rossz ilyet kaptam, én nem mehettem mondjuk edzésre. Nálam harmadik volt, mert kettő közül a harmadik. Aha. Igen, és onnantól kezdve pedig a foci került ugye nagyon előtérbe, úgyhogy nagyon megváltozott egyébként, teljesen más szemlélet. Első évem arra ment el, többek között, hogy megtanuljak franciául. Tehát nyelvet azt nem bírtad nyilván. Nem, mert ugye az angol, tehát a franciák azért büszkék, és hát ők azért nem szívesen beszélnek már. Nem fognak, úgyhogy nekünk kellett. Tehát én egy év alatt megtanultam a franciát, és akkor utána ott rendesen, hát itt egy magániskola volt, ugye oda jöttek hozzánk a tanárok, és akkor velük tanultunk, tehát ott is megcsináltam az érettségit. Egyébként utána itthon is, mert azt nem fogadták el itthon. Igen, nem tanultam magyar történelmet, magyar irodalmat, magyar nyelv, tehát gyakorlatilag le kellett újra érettségiznem itthon is. Két de nem érettségi van. Ez a kemény. De nem ezen. Nem, Nancy-ban
Tehát az, hogy egyedül voltam, magamra voltam utalva, az teljesen egyedül voltam. Teljesen, hát egy, ugye az elején az akadémián. Kiürítették az országot, Geri. Nem, hát az akadémián ugye 14-8 éves korunkig lakhattunk, ugye ott volt egy felügyelő, aki felügyelt ránk, de ott laktunk. Úgyhogy hát nem volt egyszerű. Tehát, hogy azt nem úgy kell elképzelni, hogy az ember ott a... Nagyon kemény, tehát megvan egy időrend, ugye ott már... Idegen ott kultúra, idegen ország, igen, fiatal vagy. Igen, mindenki ott akar lenni, rengetegen ott akarnak lenni. Mm. Tehát az, hogy az ember évről évre ott maradhasson, mert egyébként sorban állnak a helyedért, hatalmas harc vagy tényleg a gyerekek között is, a játékosok között is a pályán. Nem egyszer volt, hogy elveszed valakinek a helyét a csapatban, akkor a haverjai lerúgnak. Tehát, hogy nagyon, nagyon kemény világ. Nem olyan... De tényleg így volt. Hírfarkas. Hát mert van mennyiség, nem? Tehát gyerekek. Van mennyiség. Tehát nekem az akadémia, a Nancy Akadémia vezetőjével egyik a legjobb akadémia amúgy Franciaországban, mai napig kapcsolatban állok vele. És ő mesélte akkor nekem, hogy 14 éves korosztály az, aki az első ilyen akadémiába bekerült, tehát 14 évesen kerülnek oda, és mondta, hogy amellett, hogy ők kiválasztanak ugye 25 gyereket, már napi nyáron neki a 3 hónap alatt 50 levél érkezik naponta gyerekektől, önéletrajz, akik szeretnének bekerülni. Tehát hatalmas ugye a tömeg, aki oda jöhet, és emiatt ugye hát, ha nem teljesítesz úgy, akkor köszönjük szépen, jött a következő, úgyhogy ugye nagyon kemény, nagyon kemény világ. Nincs piválóg, nincs, hogyha ezt érzed, az biztos, hogy és tehát ez pont elég egyébként ahhoz, hogy te minden edzésen bárhol 100%-os vagy nincs. És mi lesz, ha nagy lesz, hogyan képzeled el magad mondjuk 10 vagy 20 év múlva? Tűzoltó vagy katona? Vagy vadakettelelő lesz. Szóval mi az, ahová szeretnél eljutni évek múlva? Hogyan képzeljük? Sikerült neki egy, hogy eljutott ide. Hát gyakorlatilag a pályafutása csúcsát. Innentől már csak lefelé. Az M4 után ez a lépcsőfok van. Úgyhogy, tehát hogyan képzeled el magad mondjuk 10 vagy 15 év múlva? Mi az, amit szeretnél elérni? Szeretnénk majd a sportban, konkrétabban talán futballban dolgozni. Tehát ezért is szereztem diplomát, meg ahhoz értek egyébként a legjobban. Attól függetlenül, hogy tanultam és próbáltam magamat más irányba is képezni, a sport. Tehát szeretnék majd egyszer, nem tudom mit, klubvezető dolgozni. Nyilván ez megvan kötve, hogy tehát Nyíregyháza nem a világ közepe, sem Magyarország közepe, így azért elég limitált, elég korlátolt az, hogy én most tudom, Budapesten, vagy bárhol máshol az országon mondjuk szerepet kapjak. 5 évvel ezelőtt születtek ikreink, két fiú, és gratulálunk, igen, köszönjük. Tehát miattuk is, tehát egyenlően nem akarunk elmozdulni. Hmm. Voltak lehetőségek, aztán elindultam ugye a saját dolgaimmal is az üzleti életben, ami szerencsére jól alakulnak és jól működik, illetve ugye a tévét. Tehát szeretem csinálni, nagyon élvezem, hívnak is, úgyhogy így járok majdnem heti szinten a tévébe szakkommentátorkodni. Úgyhogy egyenlőre ez maradt meg, aztán majd, hogyha jön egy olyan lehetőség, ne talán a futballban, akkor azt szerintem megragadom majd. De addig a fő dolgaim, tehát az én dolgaim, az üzleti élet, az úgy kiveszi a napomnak a jelentősebb részét. Játszunk egy kicsit a gondolattal, hogyha kinyílna a bőség szarú és te lenni a DVSC-nek a sportigazgatója, ki az a három játékos, akit most leigazolnál? Szerencsére. Jó, hát akkor a bőség szarú nincs. A világon, azt mondtad. Nem, azt kérdezem, hát most nem tudom, hogy meddig lehet nyújtózkodni, vagy miért. Hát amíg a takaród él. De meddig él. Mondjuk a magyar mezőnyből, az NB1-es mezőnyből. Nem tudom, nem gondolkoztam. Hát így tűzik, hogy ezt a kérdést most találtak. Amíg Rudi... gondolkozik, azért én azt elmondanám, hogy én pont a Rudival beszélgettünk itt azért, mi elég jó barátságban vagyunk, mondhatom így, és én azt most is elmondtam neki, mert itt ebédeltünk, aztán mondom neki, hogy ez hihetetlen számomra, hogy ő a BL-ben gólt rúgott, kettőt is a Loki színeibe, és azért nem is volt annyira régen, és szerepelt a csapat, és itt a klubnál, vagy itt a DVSC-nél szerintem egy képet nem láttam a Rudiról, vagy, tehát hogy én ezt gondolnám, hogy azért, tehát itt a DVSC-nél mondjuk pont hallottam most egy olyan sztorit, Tibi lehet megerősít ebbe, hogy a fiataloknak a nem tudom hány százaléka nem is nagyon ismeri a Sándor Tamást például az akadémián. Tehát, hogy aki például
felépítette ezt a stadion Tibivel együtt. Most mondhatjuk ezt, mert miattuk épült ez a stadion, meg Herceg Bandivá miatt, meg Rudolf Geri miatt, akik ezt a sikert elérték. És most nem, ez nem kritika a klub felé, csak azt mondom, hogy nekem például hatalmas kérdője, hogy például Rudolf Gergely itt Debrecenben nem úgy van kezelve, mint mondjuk az a játékos, aki magyarként, debreceni játékosként a BL-ben 2 gólt rugott, és annak a sikereknek az egyik oszlopos tagja volt, és akkor Magyarország legjobb játékosa volt. És most nem Rudinak hízelegve, csak azt mondom, hogy szerintem erre sokkal jobban kéne a klubnál is figyelni, hogy tudjuk azt, hogy ki az, aki kapásból nem tudnék másikat mondani, másik játékost, aki 2 gólt rugott a BL-ben, a Loki játékos. És ez a Loki, de ő nem magyar. De a Loki történetében... És ő nem kapásból mondtuk. Igen. Meg ő nem kapásból lőttetem a kapásból. Firenzével az... Igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt is kezdődik a kultúra, a futball kultúránk, és ezzel is előrébb lehetne lépni, hogy azért... Tehát ilyen játékosok... De ez régi probléma szerintem ez. Ez egyrészt van. Kommunikáció, meg egyrészt ez nem pénzkérdés, és semmi. Rendben, csak akkor így sose lesz futballunk, tehát hogy az, hogy az értékeket... És nem mondom azt, hogy neki szerződést kell itt adni a klubnál, vagy akármi, csak az, hogy mondjuk az akadémián fél évente meghívni Rudolf Gerit, hogy a csatároknak beszéljen már arról, hogy milyen volt a BL-be gólt. Mert a Lokinak, a történetének a... BL az a legnagyobb szereplése, és ő ennek egy olyan eleme volt, aki Nyíregyházán lakik, és éppenséggel otthon ül. Hát miért ne lehetne... Várja, hogy mikor mondják már, most gyere már. Én nem azt mondom, hogy igen, csak hogy az, hogy tehát ennek lehetne egy kultúrát adni, és például egy Dombi Tibit is nem biztos, hogy ismerné senki, hogyha nem ott lenne most a felnőtt csapatnál. Vagy nem a TBA-ben lenne. Vagy nem a TBA-ben. Na jó, de most felkaroltuk az ügyét, látod. Felkaroltuk, de mondom, nem pozícióra mondom, csak arra, hogy én azt gondolom, hogy tehát ez egy olyan siker volt, és egy olyan dolog volt, ami miatt a DVSC az, ami most jelen pillanatban a magyar futballban, hogy megkerülhetetlen klub. És ebben például a Rudinak is óriási szerepe volt, vagy a Sándor Tamásnak, vagy ezeknek az embereknek. Hát, sok lehetne sorolni a neveket, azért is voltak, nem akármilyen játékosok. Egyszerűen számomra hihetetlen, hogy ezt nem lovagolja meg a klub. Mert ezek az emberek tudnak előrébb vinni, meg előre lendíteni. Tisza Tibi barátomban azt szeretem, hogy amikor 5 perc van hátra, akkor mindig kibontakozik egyik hallgat. Nem kérdezem, mert magamnak szót kell, hogy kérdezem. Ez a szólóztál mindig. Egyetlen kérdésre maradt időnk. Hogyan látod a magyar futball jövőjét? Mi az, ami előre lendített? Mi a legfontosabb orvosolni való probléma de, most? De játékos nem mondott akkor, ugye? Nem mondott. Igen, nem mondott. Kitöltöttem az időt. A következő műsorban megkérdeztem. Dombi Tibi, Tisza Tibi, Dombi Tibi, így van. Tehát, hogy mi az, ami előre vihetne? Mi a legégetőbb probléma most a magyar futballban? Látok egyfajta fejlődést egyébként a magyar fociban, tehát ha megnézed, ugye a válogatott a teteje, a csúcsa, de ott van a Fradi is, ugye most BL-ben szerepelt, illetve a válogatott Európa is Liga, de nem érdekes, persze. De tavaly BL-ben volt. De figyelj, azért mindenképpen ott lenni nemzetközi porondon, most az legyen Európa Liga, vagy legyen BL, lehet, hogy még a BL erős, de én úgy gondolom, az Európa Liga az már igenis egy Fradi szint, tehát ott már lehet szerintem elvárásokat támasztani feléjük, mert ez csak a Fradi. De látok egyfajta előrelépést. Én egyébként az utánpótlás képzésben látnám a jövőjét a magyar focinak, hogy olyan játékosokat neveljünk ki, akár válogatottnak, akár a Debrecennek. Ugye itt mindig is kiváló volt az utánpótlás hát képzés. De szerintem Tisza talent. Ha kiveszük a pakliból, akkor igen. Ilyenkor nem kell megszólalni. Tudom, hogy most csendben lesz. Nem, de én az utánpótlás képzésben. Igen, tehát azt mondja a magyar csapatoknak, én szeretem azt látni, tehát én is egy magyar meccset úgy tudok megnézni, hogyha van benne kapcsolódási pont. Tehát nem tudom, például Siger Dávidot a Fradiban, mert játszottunk együtt. Nagyon jó nézni, igen. Tehát a mi fiunk. Így van, a mi fiunk, és én őket tudom nézni, és én szeretném azt. Úgy, ahogy én mondjuk külföldön éreztem azt, hogy kétszer úgy kell teljesíteni, mint mondjuk egy olasz játékosnak, vagy bárkinek, hogy az ember csapatba kerülhessen. Itthon azért nem mindig érzem ezt, és én szeretném azt, hogy igenis a magyar játékosok jussanak oda, és legyenek ők azok, akik a csapatba játszanak, akik a válogatott eredményt érnek el. Én azt nagyon üdvözölném, hogyha de nyilván ehhez kell egy utánpótlás képzés. Jó irányba tart szerintem most ez a dolog. Egy nagyon jó barátom kezdte most ezt el, és én nagyon szurkolok neki, nagyon bízom benne, mert gondolom, hogy ez a jövő a futballunkban. Igen, hát fontos, hogy magyar játékosokat neveljünk, és azért igen. A magyar NB1-ben legyen minél több magyar labdarúgó.
ennyire volt időnk. Köszönjük szépen Rudolf Gergelynek, aki nekünk Geri. Bár hozzáteszem... Rudi. Bár hozzáteszem, amikor oda kerültem a megyei napilaphoz, az első tudósításban le Rudolf Pétereztem, de hát az én no man is no man üvegtigris, de azóta megtanultam a nevét. Nevekkel mindig bajban vagyok, úgyhogy Dombai Balázsnak és Dunai Antalnak is köszönöm szépen. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten újra jövünk, és hát ettől se lesz komolyabb ez. Majd ez. Rock and roll.